ez volt az a kis keresztlemezes váltó, innen jött be egy vonal, nem tudom, Moszkva felől, innen Prága felől, és akkor itt Budapesten egy dugóval összekapcsolták a keresztlemezes váltón, és akkor a két állomás dolgozhatott egymással, és hát ezek bizony már a távíró kezdetétől, tehát tudom, 1844 után ezek már használatban voltak. A telefon, mint tudjuk, az 1876-ban találódott föl, de csúnyán mondom. Ezt újította föl a Laja, valamint fotón tudom megmutatni ott egy másik nagyon-nagyon szépséges készülék, ez az álló berendezés, ami hát igazából nagyon szépen mutat így helyrehozva, így soha nem működött, hanem külön volt a kapcsoló része egy táblán, és külön voltak ezek a úgynevezett eső lemezek, annunciátorok, amelyek, ha valaki otthon megtekerte a kurbliát a telefonon, akkor a központba leesett ez az eső lemez, és mint ott látjuk, fölbukkant a előfizető neve. Akkor belépett a kisasszony, kivel óhajt beszélni, akkor rácsörgött a hívott félre, hajlandó-e beszélni, mit tudom, XY keresélent, és akkor ha igen, akkor egy másik dugóval összekötötte őket. És menjünk tovább talán. Említettem ezt a keresztlemezes váltót. Hát ennek az asztalnak a nevezetessége az, hogy ez teljes egészében a Laja állította össze. Működik is a ketyere. Milyen jel ez? SOS.